A Gaja Környezetvédő Egyesület 2001 óta szervezi meg a megyében az illegális hulladéklerakók felderítéséért és felszámolásáért indított programot. Ami nagyon nehéz a rendnek a megőrzése, ezek a csapatok őrjáratokat szerveznek, helyi rendeleteket hoznak, iskolai előadásokat tartanak, van, aki ökolimpiát szervez, tehát számos módon próbálják a tudatot is formálni, ez a lényeg. Évről évre egyre többen kívánnak részt venni a programban. Az óvodák, iskolák, természetvédő egyesületek mellett a hajléktalanok és a horgász egyesületek is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy a természetet egy kicsit tisztábbá tegyük. Azt, hogy a kiérkező horgászok az tiszta, tiszta parton tudjanak horgászni, és így töltsék el a szabad idejüket. A lelkiismeretes környezet szépítők munkáját és díjakkal jutalmazták. Székesfehérvár alpolgármestere szerint azonban a program lezárultával nem szakad meg a folyamat. Ez egy olyan tevékenység, ami hullámokat generál, hiszen ha ki egyszer már kiment a természetbe a környezetét szépíteni, az legközelebb már nem fog eldobni semmit, és erre fogja nevelni a gyermekeit is, ha pedig egy gyerekről van szó, ő pedig egy felelősségteljes felnőtt lesz. 2012-ben 24 csapat fogott össze Fejér szépítéséért, több mint 1400-an, összesen 280 köbméternyi területet tisztítottak meg az illegális hulladéktól.